Láthatatlanok vagyunk, nincsen olyan jogszabály Magyarországon, amely külön nevesítené a fogyatékossággal élő nőket, nincsen olyan intézkedési terv ma Magyarországon, amely a fogyatékos nőkre hozna intézkedéseket. Több intézkedésre szólította föl hazánkat az ENSZ bizottság a fogyatékos nők helyzetének a javításáról. Hazánk 82-ben csatlakozott ehhez az egyezményhez, és végrehajtásáról beszámol folyamatosan, periodikusan az ENSZ bizottságnak. Ez történt ez év februárjában is, 28 ezer nő van gondnokság alatt, 12 ezer fogyatékossággal élő nő él intézetben, és az intézetben élő fogyatékossággal élő nőknek 99-92%-a gondnokság alatt van, kizáró vagy részleges gondnokság alatt, ami azt jelenti, hogy vagy az egész életéről, vagy az életének egy részéről nem hozhat saját döntést. A fogyatékosnak minősített gondnokság alá helyezett és a bentlakásos intézményekbe kényszerített nők jelentik talán azt a csoportot, akinek a szexualitása, az intim szférája, a családi élethez való joga mindenféle külső kontroll nélkül és bármikor megrabolható és a mások akarata szerint felülírható. Ezeknek a nőknek nincs választásuk abban, hogy ők szeretnének-e fogamzásgátló szerekkel vagy fogamzásgátló eszközökkel élni, hanem erre tulajdonképpen rá vannak kényszerítve. Néha mégis megtörténik az, hogy valaki teherbe esik, hogy megfogan egy magzat. Ezekben az esetekben, a legtöbb esetben ezeknek a magzatoknak nincs lehetőségük megszületni. A szülőnőnek nincs lehetősége, hogy döntsön arról, hogy ő meg akarja-e tartani a terhességét, vagy nem. A bevett gyakorlat, a mi tudomásunk szerint az, hogy ilyenkor az intézmény munkatársai, illetve az érintett nőnek a gondnoka rábeszélik, nyomást gyakorolnak ezekre a nőkre annak érdekében, hogy művi meddővé tételnek vetessék alá magukat. Folytathatnám az intézményben élőkkel kapcsolatos problémát. Volt aztán, hogy úgy mentem oda intézményben, mintha beszeretnék kerülni, és hogy szétnézek. Mert egyébként nem tudtam bekerülni, szörnyű állapotban voltak, és nem csak a gondnokság alatt élő nők, egyébként is a súlyosan fogyatékos nők. Ha nem azt csinált, amit mondtak, elveszik a tolókocsiját, nem tud kijönni az ágyból. Úgy rakják el az intim dolgaikat, hogy a legmagasabbra, hogy könyörögnie kelljen egy-egy ruháért, vagy egy-egy zokniért neki. Mit szeretnének a fogyatékossággal élő nők? Szeretnének kitörni a láthatatlanságból, abból a láthatatlanságból, amely nem teszi őket nővé. Egyetlen jogszabályban sem szereplünk, egyetlen jogszabályi hivatkozás sem szól rólunk, egyetlen intézkedési tervnek nem vagyunk az alanyai. Szeretnénk, hogyha többszörös hátrányos megkülönböztetés a fogyatékossággal, a fogyatékosság alapon és a női alapon való hátrányos megkülönböztetés ellene ismerve és bekerülne a magyar jogrendszerbe. Szeretnénk most már tudni, hogy mi a magyar fogyatékossággal élő nők problémája. Szeretnénk, hogyha erről felmérés készülne, hiszen hatékony intézkedéseket csak ennek tudatában tudunk megtervezni.